Már folynak a munkálatok a hasi, endokrinológiai és transzplantációs sebészeti klinikán, illetve az igazságügyi orvostani, toxikológiai és molekuláris genetikai központban. Hétfőn az ortopédiai és a traumatológiai klinika felújított épületét adták át rendeltetésének. Mi smo uspeli da za kratko vreme rekonstruišemo ovu važnu kliniku, izdvojimo 114 miliona dinara za građevinske radove i za nabavku najsavremenije opreme. Obišli smo i kliniku za abdominalnu hirurgiju, centar za sudsku medicinu. Ovo je početak velikih investicija u kliničkom centru u ovoj godini. Nastavit ćemo i na drugim klinikama. U drugoj polovini marta bit će otvorena rekonstruisana bolnica u Pančevu. Edita Stókić, a Vajdasági Klinikai Központ újonnan kinevezett igazgatója elmondta, folytatják az előző vezetés által megkezdett munkát, hogy minél korszerűbb egészségügyi ellátást tudjanak biztosítani a vajdaságiaknak. Želja nam je da pacijenti danas i otvaranjem ove zgrade budu zadovoljni uslovima u koji se leče, da sa novom opremom koja je u Kliničkom centru Vojvodine postignemo viši nivo zdravstvenih usluga sa aspekta struke i naravno za celokupnu teritoriju Vojvodine pružimo najveći nivo zdravstvenih usluga. A Vajdasági Klinikai Központban 2017-ben a statisztikai adatok szerint 500 ezer pácienst kezeltek. 2018-ban ez a szám már elérte a 650 ezeret, ami havi szinten több mint 50 ezer beteget jelent. Az év elején az egyik legtúlterheltebb szolgálat az ortopédia volt, mivel a téli időszakban több az ilyen jellegű sérülés. A hétfői megnyitót követően azonnal megkezdik a betegeknek a felújított épületbe való áthelyezésének előkészítését, a jövő hét elején pedig megkezdi működését a felújított ortopédiai klinika.